A hétfői havazásban ugyan kevesen értek vagy üldögéltek kecskemét közterein, azonban a városi rendészeknek így is sok feladata van. A kialakult járványügyi vészhelyzetben hívják fel a sétálgatók és padokan beszélgetők figyelmét a szükséges teendőkre. Elsősorban szeretnénk az időskorak figyelmét felhívni arra a kialakult helyzete való tekintettel, hogy tartózkodjanak otthon, illetve a fiatalokat szeretnénk megkérni őket is megszólítani ezáltal, hogy a csoportosulást itt a városban, a főtéren vagy a város bármely területén azt most nagyon nem kell, maradjanak otthon, hiszen elvégben ugye digitális tanítás van, és ugye iskola uh, tanítás napok vannak. A városi rendészek kérnek minden járókelőt, hogy vegyék komolyan a helyzetet, mert csak így lehet javulást elérni. A városi operatív törzs munkáját a szolgálattal a szóróanyagokkal is segítik, amiben teljékoztatják az időseket a lehetséges támogatásokról. Elmondjuk nekik, illetve le is van írva nekik, hogy ha bármiféle ellátásra, gyógyszerre, vagy élelmiszerellátásra, vagy más egyéb dolgokra van szükségük, úgy, mint hogy a városnak létrehozott csoportja, mellett mi is ugyanúgy tudjuk segíteni ebben a munkájukat, illetve az időskorjákat tudjuk segíteni ebben. Sajnos nem mindenki veszik komolyan a felhívásokat, a városrendészek elmondták, hogy sokan utasítják el a felkéréseket az otthonmaradásról. A fiatalok megértőek és együttműködőek, azonban az idősebbek nem fogadják szívesen, ha megmondják nekik, mikor és hol kellene lenniük. A hóesésben ugyan kevesen járnak kint, viszont a jó idő visszatértével újra fennállhat a veszély, hogy sokan töltik majd az időt a köztereken és a padokon.